Az IH rendezvényközpont adott otthont a Slam Poetry Szeged februári klubjának, ahol sok lelkes, tehetségét megmutatni vágyó fiatal állhatott fel a színpadra. Az est házigazdái Mészáros Péter és Kis Dániel voltak, akik maguk is oszlopos tagjai a közösségnek. Úgy éreztem, hogy Szegeden nincsen egy olyan közeg, egy olyan kultúrközeg, ahova el tudok menni a saját szerzeményeimmel. Ez 2010 környékén volt, tehát ott még nem nagyon indultak be azok a mostanra már teljes mértékben beért közösségek, mint a Homoludens projekt, meg az ilyenek, és nem volt sehol, és mondtuk azt, hogy ha nincsen, akkor csináljunk egy saját platformot hozzá, és akkor így lett a Szeged Iszlám. A hagyományos kulturális eseményekkel ellentétben a közönség tagjai is bármikor a színpadra léphetnek, megteremtve ezzel egy egymásra utaltsági viszonyt a nézők és a fellépők között, ami még közelebb tudja hozni egymáshoz a közösség tagjait. Egy klubban itt van akár 15-20 fellépő, open mic-osok, illetve versenyzők, és mindenki találhat valamelyik szövegben valami olyat, amit úgy haza tud vinni, amit esetleg ő is át tud érezni, ami közel áll hozzá. Ugye rengeteg ember fordul meg itt a Slam Poetry Szeged színpadán, és mindenki más témákat hoz. Van, aki komolyabbat, van, aki viccesebbet, és tényleg ez a, mi engem is annól megfogott, hogy itt valaki felmegy a színpad, és elmondhat bármit, és igazából ezzel mindig lesz valaki, aki ezt át tudja érezni, és haza tud vinni valamit ebből. A klub sikeréhez a jó hangulat is rengeteget tesz hozzá. Az es folyamán bárki előadhatja szabadszájú szerzeményét, akár versenyen kívül is. Válaszul a közönség chattingetéssel fejezheti ki tetszését, dobogással nem tetszését. A slam egy szabad önkifejezési forma, amiben mindenki megmutathatja saját lelki világát, érzéseit. Az őszinte gondolatok ellenére korán sem biztos, hogy mindenki jól csinálja, aki színpadra lép. Lehet, hogy én is rosszul csinálom, nem tudom még. Mivel bárki fölmehet a színpadra, azért ez a veszélye is, hogy igazából nincsen egy ilyen művészeti kontroll mögötte. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy nem tudom, 14-5 éves vagyok, én írom a legjobb szerelmes verseket, és kiderül, hogy annyit mond, hogy paprika, 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 fáj, akkor az rossz. Akkor az nem tud működni. Viszont pont a másik szépsége meg ugyanebben rejlik, hogy bárki kiállhat, és lehet, hogy olyan gyöngyszemeket, meg olyan gyémántokat tudunk találni, csiszolatlan gyémántokat, akikből nagyon-nagyon jó előadók lehetnek. Tehát ez a kettő kéz a kézben jár. Mint sok művészeti ágnak, ennek is megvan saját megítélése. Sokak véleménye szerint a klasszikus irodalom megszégyenítése nem méltó a költészethez. Kányádi Sándor, Isten nyugosztalja szegényt, amikor találkozott a Slam Poetry-vel, azt hiszem 2-3 évvel ezelőtt, akkor annyit mondott, hogy jaj, azok a plüss versek. Így fogalmazta meg, és amúgy egy nagyon jó definíció. Sok helyzetben a slam az előadó művészet, nem költészet. Nem a költészet szemüvegén keresztül kell nézni, hanem nézhetjük a színház szemüvegén keresztül, nézhetjük a stand-up szemüvegén keresztül. Nem ülünk be egy kis Ádámesre, és mondjuk azt, hogy hát ez nem annyira lírai, mert hogy nem erről van szó. A slam az nagyon sok műfajnak a keveréke, és ha csak az irodalmon keresztül nézzük, akkor persze. Tehát nem ugyanolyan, mint leülünk és olvasunk egy Dékány Dávidot vagy ilyenek, ez egy performatív aktus, ez egy műfaj, ami teljesen más szabályrendszerrel működik, van, aki nagyon szereti, van, aki nagyon jól tudja csinálni, van, aki meg nagyon nem szereti, és nem is csinálja jól. Szóval Istenem, nehéz volt, de döntöttem. Mégsem szeretnék ember maradni. Bár vicces, hogy téged is csak kitaláltunk. Mert nincs annál félelmetesebb érzés, mint hogy emberé vagy senkié az élet. Az élet. És utána, hogy azt hiszük, hogyha mégis létez, akkor valahol fent vagy. És nem az, hogy bennünk vagy. Én úgy gondolom, hogy ezt egészen ketté kell választani. Nem gondolnám, hogy itt ezzel akár a nem tudom, magyar irodalmat vagy költészetet felülírjuk, ami mondjuk itt a színpadon történik, hiszen ez egy teljesen más műfaj, teljesen más közeg, egy teljesen más terep, ahol megmutatkozhatnak az emberek. Így azt gondolom, hogy lehet művészi értéke, lehet irodalmi értéke, de alapvetően nem gondolnám, hogy ezt a kettőt akár egybe kell mosni, vagy az egyik a másik fölött van, vagy felüléri a másikat. A klasszikus versekhez hasonlóan egyes slam sem ugyanúgy ragadja meg minden olvasó, hallgató figyelmét. Témától és hangulattól függően mindenki más és más szerzeményekben találja meg önmagát. Azonnal tudhatni, azonnal érthető, azonnal valami élményt tud adni. Szerintem akkor tud betalálni egy jó slam. És az, hogyha érzünk valamit, találunk olyat, ami a befogadó is érezni fog, tehát, hogy például, nem tudom, vizes tócsába léptem zoknival, áú,
Tehát megvan ez a hangulat, ez a úristen, viszont meg tudunk egy kicsit forgatni benne valamit, és azt tudjuk mondani, hogy ú, ez olyan, mint hogy elhagyott az anyám. És a magunkon keresztül átszűrjük ezt a gondolatiságot, és adunk valami töbletet, amitől azt mondja a befogadó, hogy váó, oké, én is léptem már vízre zoknival tócsába, de így még nem szemléltem ezt a dolgot, és szerintem akkor, ha tesz nem. Van benne egy jó csattanó, jól fel van építve, illetve szerintem az is a lényeg, hogy egyrészt legyen önazonos, de mások is át tudják érezni, ne legyen öncélú. A versenypontozását minden alkalommal mások végzik, akiket a házigazdák a közönség soraiból választanak ki. A zsűri és az egyéb pontok összesítésével az est végére kirajzolódik az élmezőny, akik elfoglalhatják a dobogót. Korábban már volt szerencsém fölállni a dobogóra, de igen, most lett az első, és hát egyébként mint mindig, amikor megnyere valamilyen versenyt az ember, mindig jó érzés nyilván. Hát most különösen jó érzés volt, mert nagyon jó volt a felhozata, nagyon sok slammer barátom is, akik így a barátságok így, hogy kialakult az évek során, ők is most felléptek, és mind nagyon jó szövegeket mondtak, és hát megtisztelő, hogy pont az enyém lett ezek közül a legjobb. A csúcson abba hagyni, ez valamiért szerintem egy ilyen bullshit mondás, hogyha lehet ezt mondani. Hát a csúcson kell még tovább pörgetni a dolgokat, bár itt relatív, hogy mikor vagy a csúcson. Most éppen itt vagyok, lehet, hogy aztán következő alkalommal utolsó előtti leszek, mert pont olyan szöveget fogok mondani, de hát itt egy kihullámzó teljesítmény van, és én mindig azon vagyok, hogy a lehető legmagasabb hullámra tudjak felülni. Sikerüknek köszönhetően a jövőben is szerveznek klubokat, ahol minden eddig magát megmutatni félő fiatal adhatja át gondolatait, szerezhet új élményeket, barátokat.